Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! És kedves hallgatók, ez itt ismételten egy újabb értágító. A stúdióban mellettem ül kollégám Lenkár Péter. Sziasztok! Én magam Kis Lóránt vagyok még mindig, de az, hogy kik is vagyunk valójában, vagy mi vesz bennünket körül a világban, egy olyan szabadon idézett dologgal fogok élni, amelyet én gondoltam ki, bevallom őszintén, mégpedig Philip K. Dick után szabadon álmodnak-e az amerikai filmrendezők könnyű és kemény drogokkal, avagy szárnyas hallucináció. És hogy miért is emeltem ezt így ki, illetve miért találtam ki ezt a, hát nevezzem akkor frappáns mondatnak, vagy akár címnek. Mondjuk Philip K. Dickről csak röviden annyit, hogy ugye egy nagyon ismert és elismert íróról van szó, akinek több művéből, novellájából és regényéből is készültek filmek. Az ő alapmotívumai között, akár regényeiben, akár ugye aztán a filmekben több esetben megjelent az, hogy a valóság, az emberiesség és az önazonosság kérdései azok, amiket ő körüljár. Sőt, a cyberpunk előfutárának is tartják magát Philip K. Dicket. És ugye a visszatérő motivumok, amikor egy karakter ráébred, hogy valójában egészen más valaki, mint amit hitt magáról, illetve hogy a valóság, melyet eddig elfogadott, tovább nem tartható, és valójában valami egészen más folyik körülötte. Tehát, hogy hogyan vélekedünk a körülöttünk levő világról, az már Philip K. Dicknél is felmerült írásaiban. Egyébként ő maga elmondható az, hogy kábítószerekkel gyakran volt a dolga élete során, és többször használt LSD-t is, de állítólag kábítószer függővé nem vált konkrétan, és azt is mondják róla, hogy állítólag egy enyhébb skizofréniában is szenvedett, talán emiatt is vannak ezek a visszatérő motivumok ugye a munkáiban, nem filmeiben, hiszen azok adaptációk, de hogy írásait tekintve. És akkor kanyarodjunk is a konkrét mai témánkra, hiszen ennek a bevezetőnek a lényege is az volt, hogy valóban álmodnak-e az amerikai filmrendezők könnyű és kemény drogokkal, mert ugye tudjuk azt, hogy már kezdve talán az 1930-as évektől, tehát visszanézve akár 80 évre, láthatjuk azt, hogy Amerikában lényegében már akkoriban foglalkoztak a filmiparban drogos filmekkel, vagy drogfilmekkel, hogyha egyáltalán beszélhetünk ilyen külön műfajról. És ugyan még a 30-as években állítólag Amerikában, az Egyesült Államokban a legelterjedtebb kábítószer, könnyű drog ugye a marihuana volt, majd később jöttek be talán már a II. Világháború után azok a keményebb drogok, akár ópium származékok, morfium, és majd később nyilván a heroin és maga az LSD is, amely már a 60-as évektől kezdett beépülni, mondhatnám, hogy a köztudatba, de ez azért elég furcsa hangzana így. A lényeg az, hogy például az LSD-t ugye állítólag az amerikai kormány, illetve az amerikai hadsereg kísérletezte ki, és folytatott katonákon, embereken LSD-s teszteket, hogy aztán majd bevesse talán valamilyen általa képzelt hadi hadszíntéren. Ennek ugye későbbiben tudjuk, hogy mi lett a vége, illetve hogy ugyanúgy egy betiltott droggá vált az LSD is. És meg ugye ezek akkor kaptak igazából szányra, bocsánat, hogy a szavadba vágtam, csak most eszembe jutott, ugyebár van egy másik ilyen a drogos filmek mellett a vietnámi filmek, és ott is például nagy hangsúlyt kapnak ezek a drogok, amiket ugye, ahogy te is mondtad, az amerikai kormány tesztelt katonákon, és rengeteg visszajelzés, illetve a filmeken keresztül is kapunk rengeteg erre célzó eseményeket. Tulajdonképpen ezek hatása alatt harcoltak többen is a vietnámi háborúban, és egyszerűen tudunk olyanról, hogy nem is emlékeznek bizonyos
megtörtént dolgokra. De ami menjünk vissza, érdekes, hogy mondod a vietnámi háborút, menjünk egy kicsit még vissza, hogy mondjuk legyen 25-30 év, ugye kb. A második világháború idejére gondolok, amikor is ugye annak idején a háború alatt a katonák, tehát főleg a szövetséges haderőkre gondolok konkrétabban, ugye a hadszintéren sebesülések és hadszintéri akár operálások során igazából szintén ópium származékokat használtak fájdalomcsillapításra, ilyen volt akár ugye a morfium, és voltak ilyen hírek ennek kapcsán, hogy miután a hadszintérről a háború után visszatértek a katonák, ugye akár az Egyesült Államokból, tehát hazatértek, bizonyos részük, százalékuk azért morfinista lett, tehát függő lett ettől, és hogy mivel addig igazából most furcsán ezt így kimondani, vagy így megfogalmazni, hogy ott volt mellettük a felcser, akitől kérhettek úgymond igazából fájdalomcsillapítót, akár volt bajuk, talán akár nem volt bajuk, de később hazatérve nem juthattak hozzá ezekhez az anyagokhoz, legalábbis legális módon valószínűleg nem. Ezért aztán lett egy olyan táptalaja ennek a fekete piacot tekintve, amikor is tényleg kialakult egy olyan hálózat mondhatni, ami majd később ugye felvázolja akár több film is, hogy hogyan működött mondjuk egy kolumbiai drogcsempész, vagy kubai drogcsempész, vagy egyéb drogcsempész. Gondolok itt akár filmek terén, például a Sebb helyes arcúra, vagy most nem teszem be a filmnek a címe, de igen, Betépve című film, ugye, amely szintén nagyjából ezt taglalja. De a filmekre még kicsit konkrétabban is rátérünk arra, hogy milyen filmek foglalkoznak drogos témákkal, és érdekes azt látni, hogy mondjuk az amerikai filmiparban, hogyha azt nézzük elsődlegesen, ugye említettük, hogy a 30-as évektől kezdődően megjelent már a filmekben a drog kategória, illetve a drog használat, bármennyire is mondjuk volt akár tiltott, akár nem nézték jó szemmel ezt, de valamilyen szinten mégiscsak be tudott épülni a filmiparban, a filmvilágban a drogoknak a kérdése, illetve aztán meg eljött egy olyan pontja szerintem a filmek terén, akár a háborús filmek, akár a vietnámi filmeket gondoljuk, hogy amikor már társadalmi problémával váltak ezek, és ilyen módon kezdték el taglalni, vagy igazából megjeleníteni a filmrendezők ezeket a problémákat. Igen, ugyebár jól emlékszem, volt már olyan adásunk, ahol beszélgettünk ilyen tudatmódosító dolgokról. Én úgy gondolom, hogy talán Európában nem volt ennek ekkora nagy kultusza, tényleg valószínűleg, vagy mondom még egyszer, hogy én gondolom ezt így, hogy inkább tényleg az amerikai kontinensről szivárgott ez át a tengeren túlra, illetve Európa pont egy olyan kettő tűz közötti helyen volt, ugye Dél-Amerikából áramolhatott be Észak-Amerikába ennek a kultusza, ugyanis Dél-Amerikában ott teremnek olyan növények, olyan, hát maradjunk a növényeknél, amiből kinyernek bizonyos tudatmódosító szereket. Ázsiában meg szintén ugye említetted az ópiumot, illetve ott a máknak a ból kinyert tudatmódosító, és akkor ezek két részről özönlöttek be Európába, illetve ugye van ennek egy ilyen lépcsőfoka már, mint a drogoknak az elfogadási lépcsőzetéről, ugyebár beszéltünk erről, hogy ott van például ugyebár a cigaretta, ami végül is talán a leggyengébb, nem tudom, hogy mennyire tudatmódosító, de valamivel mégiscsak függővé tesz, ami ugye már azzá teszi, de ezt viszont a társadalom elfogadja, illetve ugye, ahogy volt már szó róla, munkahelyeken még cigarettaszüneteket is kaphat a delikvens. Utána jön ugye az alkohol, ami szintén egy drog, ugyancsak függővé tesz, illetve módosítja a tudatodat. Ezt már egy picivel nehezebben kezeli a társadalom, de mégis mindennapos dologgá vált, ugyebár kocintani, családi ünnepeken az kerül elő szinte a legsűrűbben, és aztán jön ugyebár az, amiről mi igazából szeretnénk beszélni, bár ugyebár a többi is előfordul ezekbe a filmekbe, mint központi figura. Gondolok itt inkább elsősorban az alkoholra, ugyebár van egy nagyon
híres film, ami éppen az alkoholt állítja a központi drog témává, ugyebár a jól emlékszem 95-ös Las Vegas végállomás Nicolas Cage alakításában. Szerintem Nicolas Cage-nek az egyik legjobb alakítása, totálisan át tudta magát adni annak a szerepnek. Szóval, hogy ugye odaértünk ezen a lépcsőfokos beosztáson, hogy ugye a drog az meg teljesen el van tabusítva, ugye erről is beszéltünk már, hogy vannak a tabuk. Ezek a filmek meg próbálnak valamilyen szinten úgy bemutatni ezeket a dolgokat, hogy igazából ezek ugyancsak olyan hétköznapi dolgok, mint bármi más, viszont ahogy te is mondtad, hogy származás, illetve attól is függ, hogy ki hogyan kezeli ezt. Mi itt Európában picit olyan idegenkedve kezeljük ezt, vagy kicsit olyan távolibbnak tűnik nekünk, mint mondjuk gondoljunk mondjuk, mit tudom én, Brazíliára vagy Kolumbiára, ahol emberek úgy születnek bele az ilyen dolgokba, hogy igazából a csecsemőkoruktól találkoznak, vagy belefutnak ilyen dolgokra. Gondolok itt mondjuk, ha már filmekről beszélnénk, akkor az Isten Városa című filmre, az amikor a 2000-es évek elejével, tehát ott konkrétan azt mutatja be nekünk a rendező, hogy gyerekek totál oda születnek bele, és ott nem tabu téma, hanem naponta többször is belefutsz a kokainba, a fegyverekbe, a mindenféle ilyen olyan dolgokba, amiről mi igazából nem is hallunk. Pont akkor ez egy olyan sarkalatos témája a dolognak, hogy ugye a filmeket tekintve mennyire mondhatjuk azt, hogy ezek a filmek, amelyek a drogokkal, illetve hasonló témákkal foglalkoznak, mint akár a fegyver, a drog és egyéb ilyen szenvedélyek és bűn témák, tehát hogy mennyire tanító jellegűek ezek, hogy mennyire nézhetjük ezeket a filmeket úgy, mint elrettentő példákat, illetve mennyire nézhetjük úgy őket, mint hát akár tanító meséket is, gondolok erre egyfajtaképpen. A lényeg az, hogy lehet olyan oldal is az egésznek, hogyha mondjuk valaki fiatalon megnéz egy hasonló filmet, akkor lehet, hogy mondjuk rákap arra a dologra, mert ahogy amit nem szabad, azt annál inkább akarja az ember. Tehát, hogy mennyire inkább kíváncsiságból nézzük ezeket a filmeket, mennyire elrettentő példaként nézzük ezeket a filmeket, hogyan nézzük ezeket a filmeket. Igen, ez érdekes, ez az én fejemben is megfogalmazódott az előző monológom közben, hogy ez egy ilyen kettős mérce tényleg, mert mindig előbb magamból indulok ki természetesen, mert ugye az én fejemmel tudok először gondolkodni, utána tudom ezt így kivetíteni a szélesebb közönségre, hogy nekem például soha nem jutott eszembe droghoz nyúlni azért, mert láttam mondjuk az egyik kedvenc filmemben, ugye erről meg már beszéltünk külön, a Trainspottingról, ami és egyáltalán nem rettentett el ezzel szemben, tehát az se fogalmazódott meg a fejembe, hogy úristen, most ezt én is ki akarom próbálni, meg az se, hogy soha életemben nem akarok hozzányúlni, de szerintem oda kell az az alany is, az a gondolkodásmód is, hogy téged meg tud-e győzni az a két óra, az a film, ami tehát, hogy bele tud-e vinni ebbe. Igazából nem tudom elgondolni így épésszel, hogy valaki tényleg azért szokik rá a drogra, vagy az alkoholra, mert látta egy filmbe. A másik kérdés meg, ami felmerül bennem, hogy ugye belelátunk ezekbe a világokba a filmek által, hogy mit okoznak ezek a szerek, hogyan hatnak az emberre, hallucinációk, képzelgések, szervi betegségek, elváltozások, ugye a függőség kérdése, romboló hatás, stb., hogy azért ezek elég kemény dolgok, tehát hogy lehet, hogy tabuként, nem tabuként kezeljük a dolgokat, de ha ezek a valóságban is azért valószínűleg így működnek nyilván, tehát vannak olyan táptalajok, amelyek szerintem akár a rendezők oldaláról, vagy akár gondoljunk a színészekre, akik próbálják magukat beleélni abba a szerepbe egy-egy film esetében, hogy
nem mondom azt, hogy keresik azokat a pozíciókat, helyzeteket, amiket meg kell tapasztalniuk ahhoz, hogy hitelesen előadják, vagy visszaadják a filmekben ezeket a dolgokat, de mindenképpen nagyon hitelesnek tűnnek legalábbis számunkra. És a másik kérdés, amit meg felvetnek ezek a filmek, hogy ugye mindig elhangzik az, illetve hát halljuk azt napi szinten, vagy hallottuk akár gyerekkorunktól kezdve, hogy ki amilyen közegbe, környezetbe kerül bele, akár rossz barátok, rossz társaság által, az akkor elviheti a mélybe, tehát hogy egy rossz közegbe belekerülve, majd láthatunk majd filmeket is konkrétan példaként ilyen témára nézve, hogy mit jelent az, amikor mondjuk egy tehetséges sportoló elmegy egy drogos életmód felé, és hogy mi az oka annak, vagy mi ragadhatja vissza az életbe ilyen módon. Tehát, hogy nagyon érdekes dolgokat taglalnak ezek a filmek ilyen módon, úgyhogy szerintem menjünk egy fokkal tovább olyan módon, hogy mielőtt még a filmeket taglalnánk kicsit szemezgetve konkrétabban, hogy ugye rengeteg olyan szert látunk használva ezekben a filmekben, amelyekről nyilván azért gondoljuk meg, tudjuk, hogy nem konkrétan használják föl a filmekben, tehát nem igazi heroin, meg nem igazi marihuana, és nem igazi meszkalin vagy LSD van, amit a színészek használnak, de hogy akkor mit használnak lényegében? Mivel pótolják ezeket a dolgokat? Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás ereit. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! Mondjuk tehát inkább úgy, hogy talán a 60-as, 70-es évektől kezdődően a helyzet élesedni látszott a filmiparban, drogügyekben. Ugye az ekkor már tudatosan a tabu témákat kereső független filmkészítőknek nem is kellett több, ugye azonnal lecsaptak ezekre a témákra, és néhány év alatt több tucat hallucinogén, a filmek cselekményét is szétroncsoló alkotást készítettek és mutattak be Amerika szerte, és ezekben a filmekben már szándékosan elmosták a határt az úgynevezett objektív képek, vagyis azon képsorok, amelyeken a kábítószer fogyasztás tényleges szertartását látjuk, és a főhősök szubjektív víziói között ezzel lehetővé téve a nézőknek, hogy azt lássák, amit a szer hatás alatt lévő szereplők átélnek. És ugye, amit a szereplők átélnek, azt igazából tényleg csak, hát mondhatjuk tényleg, hogy imitálják, de hogy akkor mi alapján, tehát mit használnak a helyett, amit használnak a filmekben? Hát igen, volt, ugye itt van egy oldal, ami összeszedett nekünk 10 olyan filmet, amiben 8 darabban pótolták, ugyebár ezek a pótlások is érdekes dolgok, itt olvasgattam itt, hogy mi mindennel pótolják például a kokaint. Nem tudom, mennyire ismert film ez, a Förtelmes főnökök, ez végül is egy vígjáték, ha jól emlékszem, amikor nagyon régen láttam, még miután megjelent. Sokat nem nevettem rajta, vagy nem maradtak maradandó dolgok benne, de például Colin Farrell, ugyebár ő volt az egyik Förtelmes főnök, bevallotta, hogy amúgy más filmekben is használt már ilyen kokain pótló dolgokat, vagy nem is kokain pótló, hanem hát kamu, ahogy itt is írja, kamu kokain inkább. Mit is használt? Itt már nem találom, az előbb olvastam valamilyen tejport, vagy milyen porított port? Laktózolt. Na ez az, tudtam, hogy valami tej van benne. Ami nem tudom, hogy bizonyos mennyiséggel használása után az nem fáj, vagy az valószínűleg nem ugyanazt a hatást éri el a pótlásával az egyén, csak gondolom az is, hogyha túl sok mennyiségben jut a szervezetbe, az se egészséges.
Hát általában mondjuk ez a borított laktóz, nem tudom konkrétan, hogy mi lenne, vagyis hát hogy elképzelem, hát hogy mi lenne. Hát valami hasonló, igen. Általában a kellékes szerint, a film kelléke szerint ez mondjuk nem káros az egészségre, de azért el tudom képzelni, hogy mondjuk, hogyha nagyobb mennyiségben szippantod fel az ordon keresztül, akkor azért úgy meglövi az embernek a nyálkahártyáját, az orr nyálkahártyát. Hát ki tudja. Amúgy igen, tényleg ezen a filmen volt még az, hogy a színész Colin Farrell bevallotta a film kapcsán, vagy előtte, ja, hogy ugye amikor ő Hollywoodba érkezett még karrierje elején, vagy hajnalán, azért ő rendszeresen használt rendes kokaint. És egyéb kemény drogokat is állítólag, csak ezeket ő nem. Mondjuk az ő arcáról úgy el is tudom képzelni, tehát Colin Farrell-el nekem mindig problémáim voltak, aztán manapság már úgy kezdek vele megbarátkozni, és már kezd olyan filmekbe játszani, ami úgy azzá teszi, hogy ő mégiscsak egy komoly ember. Ugye ott van a Wall Street farkasa, ez nem egy olyan régi film, ott is folyik a heroin, meg mindenféle drogok kerülnek elő, ugyebár ez egy karriernek a leírása, ez a történet, ugyebár Martin Scorsese filmje, ahol tényleg minden előkerül, és itt meg D-vitamin porral helyettesítették a kokaint, illetve Jonah Hill, ugye, aki a mellékszereplője volt ennek a filmnek, Leonardo DiCaprio partnere, ő azt nyilatkozta, hogy vitaminpor volt, de ez nem számít. Ha ilyen sok kerül a tüdődbe, akkor nagyon beteg leszel tőle. Ő például 7 hónapig, amíg tartott a forgatás, annyi került a szervezetébe, hogy kórházba is kellett kerüljön. Úgyhogy ez, hát én most elmosolyodtam, de azért ez nagyon nem tud vicces lenni. Azt mondja az úriember, hogy soha ennyi D-vitamint nem szedtem még életemben, egy autót is fel tudtam volna emelni a szott fejemmel. Úgyhogy tényleg, és rengeteg ilyen film van, ahol itt most nekünk konkrétan 10 van előszedve, de így végigfutva nekem még eszembe jut azért egy pár. Bizony, és ott van mondjuk egy másik, nem is olyan régi film, az Ananas Express, a Pineapple Express, azt hiszem ez volt az angol címe. Itt ugye a központi használatszer az ugye a marihuana volt. Itt ugye kamufűt használtak, és itt ugye a történet szerint ugye van a főszerepekben Seth Rogen és James Franco, a két jó barát. A két jó barát valóban füvet szívott a forgatáson, állítólag, de ez végül is nem volt így, igen. De ugye hát a filmben végig járnak kézről kézre a jointok, a cigaretták, és valószínűleg semmi nem lett volna a moziból, hogyha tényleg valódi fű lett volna a kezükben, illetve a tüdejükben aztán. Úgyhogy mindenképpen pótolni kellett valahogy a témát, és azt nézem éppen, hogy a film kellékese Jeff Butcher szerezte be a kamu füvet, mégpedig az International Additives nevű cégtől, akik olyan fű helyettesítőket árulnak, amikben nincsen THC, de ha valaki elszívja, jól fogja érezni magát anélkül, hogy elaludna, ahogy az igazi THC egyik mellékhatása lehet például. Nekem ezzel kapcsolatban az volt érdekes, hogy például egy másik filmben, amiben a Seth Rogen játszik, az Ek és Miri pornót forgat című vígjátékban például, ott viszont a főszereplő Seth Rogen igazi cigarettát szívott, és például a film rendezőjét, Kevin Smith-t, akit elég nehéz ezt a szituációt elképzelni számomra, hogy ennél a filmnek a forgatásánál próbált ki először füves cigit. Ugye nem tudom, hogy mennyire közismert a Jay és Néma Bob című, ugyancsak Kevin Smith által rendezett vígjáték, amiben szintén spanglikat cserélgetnek a cimborájával, és furcsa, hogy ezt úgy rendezi meg, illetve úgy fest fel egy képet egy társadalomról, hogy ő nem is próbálta még ki. Ez azért számomra egy furcsa. Lehet, hogy azért vannak ott a háttérben más dolgok is, amiről mi nem tudhatunk konkrétan. Igen. Ugye ott van már a már többször említett Trainspotting című film, amiben hát fűként heroint használnak. De fűként heroint? Hát nem fűként heroint, hanem főként heroint. Volt egy pici áthallás. Az lehetett. Szóval, hogy itt ugye meg a heroin volt a fő motívum, és Gordon Fitzgerald a film kellékese, ugye a
az előzetesen megszokott vagy más filmekben használt rugós fecskendő helyett, aminek a tűje ugye visszahúzódik, és nem a színész karjába fúródik vagy szúródik, amikor úgymond a filmben beadja magának valaki ezt a dolgot. Ő igazi fecskendőt és színezett vizet használt, amit egy műkarba szúrtak. A fecskendőt pedig felfelé és lefelé is húzhatták, így valóban úgy nézett ki, mintha a vér keveredne a folyadékkal közben. Szóval azért vannak filmes megoldások, nem kell őket sajnálni vagy félteni szerintem. Amúgy a Trainspottingban láttam ilyet először, és azóta már láttam több filmben is, ugye, és beszélt, vagy mondtál te is, vagy említettél az előző blogban valami olyasmit, hogy szertartás. Tehát szóval ebbe a filmben láttam ilyet életemben úgy először, hogy annak is megvan a szertartása, mint ugye a cigarettázásnak is, sokan csak azért cigarettáznak, hogy mit tudom én, reggeli kávé mellé, és az így kialakul egy ilyen szertartása, és a Trainspottingban a fiatalok is ugye körbeülnek, és körbeadják, vagy valakinek mindig valaki elkészíti azt az adagot, ugyebár a kis kanálba ugye felmelegítik az általad említett heroint, és akkor körbeadják a tűket, ami, na hát, picit néha gyomorforgató, de sajnos ez így működik. A következő film ugye az Amerikai Gangster, ahol szintén kamu heroint használtak. Itt állítólag egy bizonyos manitol nevű anyaggal helyettesítették a heroint. A manitol, vagy magyar nevén mannit, egy cukoralkohol, ami a virágos kűrisből lett izolálva, melynek kérgéből néha édes nedv, vagyis manna folyik, ezért szokták manna kűrisnek is nevezni. És egyébként ezt általában élelmiszeripari és gyógyszerészeti felhasználása is fontossá teszi, vagy jelentősége van. A 8. magyar gyógyszerkönyvben mannitolum néven hivatalos. Állítólag vesebetegek kezelésére és az agyban kialakult ez nagy az amerikai nyomás csökkentésére használják a gyógyászatban. Ez az Amerikai Gangster, ez a Denzel Washington, meg most nem jut eszembe az ausztrál színész, Russell Crowe. Ez az Amerikai Gangster? Azt nem tudom pontosan, de Ridley Scott filmje. Jó, egy érdekesség, illetve még két filmet említenék mondjuk konkrétan, hogy mit használtak pótlásként, vagy illetve filmedi pótlásként. Mondjuk az elsőben, a Sepphelyes arcúban, erről is már beszéltünk futólag, ugye Al Pacino a főszereplője. Abba is ömlik a... Alias Tony Montana, a kubai bevándorló és későbbi drogcsempész, aki azért nagy karrier futott be ebben a témában. Egy interjúban Stephen Bauer, a film másik szereplője úgy fogalmazott, hogy több nem kívánatos hatása is volt a pornak, amit ők használtak pótlóként, ugyanis ha jól látom, akkor itt jól látom, keresem. Bébi hashajtóport használtak pótlásként, és hogy ennek a szernek több nem kívánatos hatása is volt, de Pacinónak nem nagyon volt más választása, fel kellett szippantani a töménytelen mennyiségben. És általában Al Pacino azt mondta egy 2015-ös interjúban, hogy hosszú távú káros hatásai voltak a bébi hashajtónak az orrára nézve. Ó, ez azért elég durván hangzik. Ezek ugye, amiről beszéltünk, ezek mind kamu dolgok voltak, vagy legalábbis valamivel megpróbálták pótolni ezeket a kokain, illetve más drogokat. De van itt nekünk két filmünk a listán, amiben viszont elpattantak a valódi dolgok. Ugyebár van egy, hát ugyancsak vígjáték, ehhez nem volt szerencsém, a 21 Jump Street, vagy 21 Jump Street, a kopasz osztag. Ugyebár a korábban említett Jonah Hill itt is részt vett, itt viszont már nem tudom mi a HFS pontosan. Ja, jó, most már látom, hogy mi az, valaminek a rövidítése. Itt azért fogyasztottak a szereplők némi drogot a forgatáson, illetve a másik, és ez számomra picit meglepőbb volt, mert ezt a filmet viszont láttam, ugyebár az Amerikai Szépségről beszélünk, amiben mondjuk nem is volt központi témája ugyebár a drog, de viszont előfordult a történetbe azért itt-ott egy pár dolog, és itt viszont füves cigit szívtak ugyebár a főszerepet játszó Kevin Spacey, illetve a szomszéd fiú.
Igen, de mondjuk azért eléggé központi szerepe van még itt is. Tehát azért ott van, hogy drogdiller a fiatal srác, az apukának árulja a szomszédba a marihuánát, meg hasonló. Jó, de úgy értettem, hogy senki nem rokkan abba bele, tehát itt végül is csak tényleg tudatmódosításról van szó, és a szó legpozitívabb értelmében így gondoltam. Igen, viszont amúgy te is, ahogy mondtad, igazi marihuánát használnak a filmben, és egy érdekesség is konkrétan kiragadott belőle, hogy Sam Mendes, a film rendezője, egyszer egy interjúban elárulta, hogy az egyik jelenetben ugye valódi füvet szívott Spacey, Kevin Spacey, és amikor egyszer csak a kamerában nézett, és elkezdett vihogni, mármint a hatásra, mármint a szer hatására, és általában Spacey azt várva, vagy azt várta, hogy Mendes majd leállítja a felvételt, a forgatást, ám a rendezőnek eszágában se volt véget vetni a forgatásnak, sőt, mint mondta, ekkor kezdődött a varázslat, amiről az igazi mozi szól. Ez azért ez kemény, nem? Na jó, és akkor még egy utolsó tényleg, ami ugye említettük az alkoholt, ez a Tapló télapó. Főszerepben pedig ugye Billy Bob Thorntonnal, és ebben a filmben viszont, hogy átlényegüljön is, nagyon átérez a szerepét, a Tapló télapó alias Billy Bob, ugye rendszeresen ugye alkoholt ivott, de akkor csak amikor kellett, amikor muszáj volt a forgatókönyv szerint. Na hát igen, de mondjuk a filmet úgy megnézve, én nem tudtam egyébként, hogy igazi alkohol volt benne. Én nem láttam a filmet. Én láttam a filmet, azt hiszem többször is egyébként, és azért úgy nem csodálkozom így visszagondolva rá az info alapján, hogy azért ott akkor tényleg látszik rajta, hogy akkor fogyasztott alkoholt is. Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! No, de mielőtt megnéznénk azt is, hogy melyek a legütő eresebb drogos filmek, lenne itt még egy-két momentum, ami elhangzana előtte. Igen, nekem az a gondolat fogalmazódott meg a fejemben, hogy ugye beszéltünk arról, hogy lehet erről beszélni, vagy nem beszélni, hogy kezelni ugyancsak tabu témaként, mint ugye már a múltkor beszéltünk ilyen dolgokról, hogy van két ilyen droggal kapcsolatos film, ami teljesen másképp mutatja meg azt a világot, vagy legalábbis a végkimenetelét inkább. Az egyik ugyebár a Trainspotting, erről nem tudok leszállni, úgy látom, illetve ott a Requiem egy álomért, ami egy 4 évvel későbbi film, és mind a kettő olyan hatással volt rám személy szerint, és mégis teljesen az ellenpéldái egymásnak. Mert ugye a Trainspotting végig ugye arról szól, hogy süppednek bele a mindennapokba ezek a srácok, és ide menekülnek a hétköznapi társadalomból, amiben nem akarnak részt venni. De a végén mégis ugyebár a főszereplőnk hoz egy döntést, amivel kilép innen ebből a világból. Viszont a másikban, a Requiem egy álomértban, ott pedig minden olyan klasszul kezdődik, és minden olyan szépen kezdődik, illetve folytatódik egy bizonyos szintig. Tehát azt akarom mondani, hogy a Trainspotting az teljesen úgy kezdődik, és azt mutatja be, ahogy már bele vannak süppedve, amiből aztán megszületik egy kitörés, illetve a Requiem egy álomértban pedig minden olyan szépen kezdődik, ott a szerelem, ott a barátság, ott van minden, és akkor hogy zuhannak bele abba. És azt mutatja meg nekünk Darren Aronofsky ebbe a filmbe, hogy van az a verzió, amikor már tényleg nincs kiút, és nem egy emberről szól, hanem egy egész, ugye négy főszereplője van a filmnek igazából, és hogy mindenki belezuhan ennek a mélyébe, és ott is ragad.
És hogyha már ezt említett, hogy a mélybe zuhanás, vagy beleragadás valamiben, akkor ugye ott van egy 1995-ös film, az egy kosaras naplója címmel. Ugye ennek a főszereplője többek között mondjuk, de talán az egyik, sőt, hát lényegében a kiemelkedő figura, az ugye DiCaprio. Az amerikai Jim Carroll író 1978-as regényének ez a megfilmesített verziója. Egyébként ez egy önéletrajzi film, regény és film, igen. Tehát ez egy megtörtént dolog, és ez talán még súlyosabban hathat ránk. Ugye nagyon röviden a filmről annyit kéne tudni, hogy DiCaprio egy 10 éves srácot alakít, és tehetséges kosaras sportoló jövő előtt állhatna, hogyha talán nem kerülne olyan közegbe, vagy környezetbe barátok által, ami a süllyedés legmélyebb bugyraiba viszi bele. Ugye heroinfüggőséget tapasztalhatunk, láthatunk ugye a filmben, sőt van egy olyan jelenet benne, ami számomra nagyon-nagyon kemény volt, annak idején, amikor fiatal koromban láttam, amikor is hát pénz hiányában a fiatal DiCaprio olyan dolgot is bevállal, amikor is egy felnőtt férfit egy mosdónak a fülkéjében hát orálisan kielégít, és ezért kap pénzt, és ebből vesz magának drogot, ugye? Tehát, hogy mire viszi rá a mélység az embert, illetve a függőség. És ugye ebben a filmben ugye használt drogok főként mondtam a heroint, de van használnak benne kokaint, marihuánát, oldószert, mindent, ami csak a kezük ügyébe kerülhetett. Te az összegyűjtött listán ugye újra előkerül a Trainspotting, itt is heroin, diazepam, marihuana, ecstasy, amfetamin, minden előkerül, amit csak lehet. Danny Boyle ugye megpróbálja úgy bemutatni a filmbe ezeket a belövéseket, ezeket a jeleneteket, ahogy azok nem tudják elképzelni, akik még soha nem használtak bármilyen tudatmódosítószert. Ugye gondoljunk a WC-s jelenetre, amikor is ugyebár a főszereplőnk hát nem a meg... egy alternatív módját használja, hogy oldódjon fel ugyebár az általa használt, én már nem emlékszem pontosan micsoda, és ugye azok belepotyognak a WC csészébe, és akkor ugye ő utána ugrik. Természetesen ez csak fikció, de valószínűleg ez a fejbe nagyon simán lezajlódhat ez a jelenet, ugyebár a másik jelenet pedig ugyebár, amikor ugyancsak egy belövést követően a szőnyegbe belesüpped a talajba, ugyancsak ez a főszereplőnk, és aztán a kórházba szállításáig ő onnan szemléli a világot, szóval ezek elég hatásos képi megjelenítései a belövésnek, a hatás alatt levésnek. Ez most elég hangzik. Amúgy ebben a filmben számos olyan kultikus elem van, illetve lett kultikussá, akár beszólások, akár jelenetek, akár hallucinációk. Mondjuk egy nagyon komoly hallucináció téma, amikor éppen leszokásban van ugye Renton, és otthon fekszik az ágyában, és egy halott csecsemő mászkál a plafonon például. Ezt tudjuk a film során, hogy az egyik társuknak, barátnőjüknek úgymond, barátjuknak meghal a csecsemője, pont amiatt, mert igazából senki nem foglalkozik a csecsemővel, elfelekeznek róla, és az anya konkrétan. Szóval ez nagyon durva, a csecsemő meghal, és ezzel hallucinál egyet ugye Renton a filmben, az nagyon kemény egyébként. És ugye van csak egy beszólást említenék meg a filmből konkrétan, ami ugye utal arra, hogy ők hogy érzik magukat egy belövés után. Ez így hangzik konkrétan, hogy gondolj életed legnagyobb orgazmusára, szorozd meg 1000-rel, és még mindig a közelében sem vagy. No, és hogyha már belövések, akkor egy másik belövés, és az utolsó belövés, konkrétan ez a filmnek a címe, ez 1997-ben készült, egy tanulságos sztori két heroinistáról, akik újévi fogadalomként elhatározzák, hogy leválnak a szerről, de valahogy a társadalom nem támogatja őket ebben a törekvésükben. Lényegében ez egy szociodráma, abszurd jelenetekkel, Tim Roth-tal és Tupac Shakurral a főszerepben, akit Tupacot ugye a film előtt, vagy a film bemutatása előtt meg is gyilkolták egyébként, a valóságban nyilván persze. Ugye ebben a filmben drogként ugye heroint használnak,
és hát tényleg durva olyan szempontból, hogy, hogy a főszereplőt azt előtte kinyírják. Ez igazából csak ennyit emelnék ki az egészből hirtelenjében. Ugye van még egy másik kultikus film, ami szinte minden ilyen listán bekerül az első háromba, ötbe mindenképpen, ugyebár ez a Félelem és reszketés Las Vegasban, amit Terry Gilliam rendezett, és az ő képi világát ismerve tényleg vissza tudta adni azt a mennyiségű hallucináció alatt átélt borzalmas képet, amit tényleg el tud képzelni az ember. Érdekes, hogy Johnny Depp több ilyen jellegű filmbe is bekerült, mint főszereplő. Nem tudom, hogy ez mivel magyarázható. Valószínűleg... Mert túl deep, nem? Johnny Depp. Ja, értem. Szóval nevekkel ne vicceljünk, de igen, érdekes, hogy nem az, hogy ő játssza a főszerepet, hanem hogy mennyire beleéléssel tudja alakítani például ebben a filmben is Raúl, most nem jut eszembe a neve. Mindegy, szóval itt is nagyon hatásosak a képek, egy nagyon banális történet, ugyebár az alapsztori, és ebbe a filmbe tényleg minden előkerül, ami alkalmas vagy alkalmas lehet a tudat módosítására. Itt is úgy van a leírásban, hogy gyakorlatilag a létező összes drog, például marihuána, meszkalin, kokain, LSD, éter, hasis, ópium, illetve barbitúrátok, amit még soha nem hallottam, hogy mi az, de valószínűleg nem jó lenyelni. Hogy érdekes az is, amit itt említenek ebben a felsorolásban, hogy Terry Gilliam, rémálmodta vászonra ezt a filmet. Igen. vagy inkább rá halucinálta talán, na, de nem akarok most ilyen költői vénákba. Az is furcsa egyébként, hogy Terry Gilliam ugye azért ő Monty Python körös volt annak idején. Igen, ez hogy mondjuk nem zár ki semmit. Nem, csak hogy azért, hogy mondjuk a régi Monty Python filmettől azokhoz képest mennyire tevődött át a hangsúly, milyen irányba. Ez is egy kicsit érdekesnek tűnhet. Igen. Egy következő filmünk a Nyomás címmel van, 1999-ből. Itt főként marihuánát, kokaint és amfetamint használnak, a főszerepeben pedig többek között Katie Holmes is ott van, szerepel, és ugye ő korábban játszott például a Dawson és a Haverokban. Általában ez a tehát egy szokásos sablonos tini filmnek leírható dolog. Három nézőpontból bemutató sztori már eleve leköti a nézőt állítólag, mondjuk engem annyira nem hatott meg. A váratlan fordulatok és agyament karakterek pedig tovább növelik az élményt, hogyha megnézzük ezt a filmet. Aztán hát igen, akit gondolja, nézze meg nyugodtan. Nem mondok többet róla. Én például nem ismerem ezt a filmet, úgyhogy nekem ez így kimaradt. Következő film ugye a Főben járó bűn, ez 2000-ben készült, itt főként marihuánát taglalnak, használnak meg minden, de ennek érdekes egyébként a sztória szerintem amúgy. Ezt régen láttam ezt a filmet, és teljesen más az eredeti címe. Elsősorban ez fogott meg, vagy akkor kezdtem ezzel foglalkozni, hogy az a cím, hogy Saving Grace. Grace ugyebár a főhősnőnk, aki, ha jól tudom, összeismerkedik valakivel, a másik főszereplővel, aki végül is új útra tereli az ő életét, ami bele süppett ha jól tudom, elvesztette a férjét, és szóval itt is végül is a pozitív hatásait mutatja meg a rendező. Lényegében az, hogy ez egy vígjáték kategórián tudható be. Igen, az özvegy az, hogy kilábaljon egy adósságból, illetve az adósság halmazból a férje halála után. Igazából elkezd cannabiszt termeszteni egy kicsi angol falucskában, és akkor innen kezdődik a bonyodon valójában, amikor is hát lényegében kigyullad az ültetvény, vagy hasonló, igen. És az egész falu betép. Tehát levegőben terjed ugye a füst, tudjuk. Jó. Igen, ha jól emlékszem, a harmadik műszak című amerikai sorozatban volt egy olyan rész, hogy megpróbáltak lefülelni egy bandát, akik marihuánával kereskedtek, és felgyulladt az épület,
és még kiértek a tűzoltók, utána kialakult egy lánc, akik megpróbálták őket fenntartani, hogy ne oltsák el a tüzet, mert mindenki nagyon jól érezte magát. Ez... Mondjuk ebben a filmben még érdekesség, hogy ugye a filmben szereplő cannabis ültetvényt az angol rendőrség engedélyével használhatták fel a forgatáshoz, de persze a film elkészültével be kellett szolgáltatni a termést, szóval úgy látszik, hogy ez egy, tehát megengedték, hogy felneveljék a kis palentákat, és aztán pedig vissza kellett vagy be kellett szolgáltatni ezt a mennyiséget. És van egy emlékezetes beszólás is a filmben, ugye, hogy ennek a teának nem mindennapi aromája van. Azért látszik, hogy teát is lehet főzni dolgokból, nem? És akkor a már említett Requiem egy álomért, amit te is mondtál korábban, ugye ez egy Darren Aronofsky film. Itt ugye mindent használtak szintén, fogyasztótabletta, heroin, kokain, ecstasy, amfetamin, metakvalon, mondjuk erről nem hallottam még eddig. Hát lehet jobb is. Lehet, hogy jobb is, így van. Ez már tényleg tragédia, tehát egy dráma konkrétan, amit te is mondtad. Ugye kezdve a szép álmoktól egészen a tragikus végezetig láthatjuk a film során a szereplők életvonulatát, illetve azt, hogy mire képesek az emberek a függőségük során. A következő film pedig ugye a Traffic lenne. Igen, ennek érdekes története van ennek a filmnek, ugye, ha jól tudom, egy 2000-es történet, mármint hogy egy 2000-es film, ami úgy nyert Oscar-díjat a következő évben, hogy senki nem várta, annak ellenére, hogy az előjelek azért arra mutogattak, hogy ezt sokan, vagy máshol is elismerik ezt a filmet. Ugyebár itt egy egész hálózat, mármint, hogy igen, végül is droghálózat kerül a fő témába, illetve rengeteg szálon fut a történet. Ha jól tudom, 4 fő szála van a történetnek. Ez egy Steven Soderbergh film, akinek már ugye voltak sikeres próbálkozásai az Erin Brockovich-sal, vagy mint a Camphor, Szex, Hazugság, Videó, stb. Meg aztán később is készültek érdekes filmje. Itt is előkerül ugyebár a kokain, a heroin, és ugyancsak előkerül Benedicio del Toro, mint ugyebár a Félelem és reszketés Las Vegasban. Szóval ez egy elég komplex film, rengeteg társadalmi problémára hívja fel a figyelmet a rendező, központi témában természetesen a drogok, amik ugyebár beleszólnak családok vagy társadalmak, hát nem elpusztulásában, de elég rossz vágányra kerülésére. Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás ereit. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! És hogyha már említve volt ugye a Félelem és reszketés Las Vegasban, ugye 3 évvel később készült a szintén droghálózat és ennek kapcsán más témákat is taglaló film, ugye a Betépve, ez 2001-es film, tehát Johnny Depp itt ismét magára ölti a hatalmas napszemüveget, mint a Félelem és reszketésben, ám a Betépve című filmben elsősorban nem mint drogfelhasználót, hanem mint egy kiterjedt drogkartel fejét ismerjük meg. Az igaz történeten alapuló film George Jung életét dolgozza fel, megmutatva, hogyan lesz a Pitiáner füves rázból képzett drogkereskedő, mire kijut a börtönből. Ezzel kapcsolatban már korábban is akartam mondani, hogy ugyebár a droggal kapcsolatban ugye az is kifejlődött, hogy sokan meglátták benne az üzletet, és mint ahogy ebben a filmben is nem feltétlenül a fogyasztása lehet káros, hanem ennek a terjesztése, mert ugye
És mondjuk van az a verzió is, van az a keverék, mikor fogyasztod is, és terjeszted is. Tehát nem csak a saját életedet teszed tönkre, hanem több tíz, vagy több száz, vagy akár több ezer emberét is, mert ugye van olyan hely, ahol csak egy ember fogyasztja, de mondjuk a család többi része pedig elszenvedi ennek a fogyasztását, mármint a másik fogyasztását. Úgyhogy ezek azért elég bonyolult dolgok. Igen, és ebben a filmben is ugye a fő téma, illetve a fő drogok ugye a kokain és a marihuana, melyek csempészésre kerülnek, ugye. Mindenképpen nagy látvány és emlékezetes ugye az a figura, akit Johnny Depp alakít, ugye Johnny Depp hosszú szőke haja a nagy napszemüvegben, úgyhogy mindenképpen vagány a csávó. Egy másik film még ugye, ami 2002-ben készült, angol címén Span, vagyis a por. Ugye ez egy Jonas Åkerlund film, aki korábban videóklipek rendezésével csiszolta a szakmai tudását, többek között készített videóklipet a YouTube-nak, a Metallica-nak és Madonna-nak is, valamint a Prodigy-nek egyébként. Úgyhogy ezek alapján nem is lepődhettünk meg a film megtekintése, kor, hogy mennyire pörög és mennyire szuggesztív az ábrázolásmód. És tényleg nagyon pörgős is a film, és olyan halucinogén gyors mozdulatok, mert mindenféle vannak a filmben, hogy nagyon-nagyon jó a rendezés ilyen szempontból, és nyilván az operatőrnek is ez érdeme többek között. És ugye ebben a filmben a főszerepeket többek között Mickey Rourke és Brittany Murphy játsza, de ott van még a túlpörgött sofőr, Jason Schwartzman alakítja a túlpörgött sofőrt, valamint a parás drogdíler szerepében John Leguizamo, és ugye hát, mint mondtam, Mickey Rourke, aki a szakács, illetve hát ő maga az, aki gyártja a cuccot, vagyis a metamfetamint, ugyanis itt a használt drog a filmben az a metamfetamin, illetve hát azzal igazából kereskednek, azzal dolgoznak. És akkor még egy szereplő, ugye, akit mondtam, tehát John Leguizamo, akit egyébként hívtak a Betépe című filmben is játszani, de akkor a drog helyett az abszintot és Toulouse-Lautrec szerepét választotta a Moulin Rouge-ban. Hát igen, ezen lehet csámcsogni. Nekem rémlik ez a film, de szerintem nem láttam elejétől végig, de így ahogy a leírásba olvasgattam így bele, így mintha úgy rémlenek jelenetek, úgyhogy én erről nem tudok annyit beszélni. Viszont én találtam másik listát is, és csak ebben nem szeretnék belemenni, csak így megemlíteni egy-két filmet, például azt nem is olyan régen láttam, a Boogie Nights című filmet, ez is egy 1997-es film, itt is azért természetesen nem pozitívumként szerepel a drog, itt egy különleges világot mutat be a rendező, ugye egy pornósztár, a Mark Wahlberg által alakított Eddie-re figyel fel, a Burt Reynolds által alakított producer, akinek a karrierje már nagyon leágazóban van, és természetesen nagy sztár lesz a Mark Wahlberg által megalakított szereplő, de aztán túlfut vele a ló, és természetesen a drog is ebben segít neki, úgyhogy egy ilyen 70-es évek Amerikájában játszódó történet, nagyon, nagyon jó és nagyon hatásos, ajánlom mindenkinek, illetve a másik ugyebár szintén Scorsese film, ugyebár a Casino, ahol szintén előkerül a drog, mint központi téma, illetve hát ott azért elég sok olyan dolog kerül elő a drog mellett, mint a szerelem, a maffia és a szerencsejáték, amik hát tulajdonképpen így összekapcsolódnak. Igen, de mondjuk lenne még egy másik film, amit megemlíthetnénk, és itt nem volt eddig felsorolva, az a Ponyvaregény például, amiben a Ponyvaregény, ugye a Pulp Fiction, amiben ugye szintén azért ott van a drog motivuma, főként Uma Thurman által használva és értékelve akár, és ugye ő annyira szét is csúsztatja magát, hogy ugye John Travoltának kell beadni a szívébe egy hatalmas fecskendőben az adrenalint, úgyhogy ott is azért felmerül a téma, nyilván ott is kereskednek a dologgal, illetve használják is egyben, és amúgy, hogyha keretes mese lennénk, akkor visszakanyarodnánk ugye ahhoz is, hogy amiről beszéltünk az adás korábbi szakaszában, hogy ugye
mennyire van tabuként, nem tabuként kezelve, illetve mennyire legális, nem legális az, amik vannak a világban. És most gondolok konkrétan arra, hogy ugye azon kívül, hogy sok országban, és nem csak Európában, hanem a világ több pontján is például legalizálták már a marihuánát, tehát mint könnyű drogot, vagy tehát legalizálva van, mint könnyű drog használatra, vagy a másik verziója, hogy amikor az orvosi célra van felhasználva, és ezt tudjuk is, sőt, állítólag most már több területen szorgalmazzák, állítólag Romániában is ugye a cannabisnak az orvosi célra való használatát, vagy felhasználását, de ugye tudjuk, Európában is azért vannak országok, ahol legális ugye a könnyű drog, tehát a marihuána használata, sőt valamilyen szintű, hát mondhatni termesztése is lényegében, hogyha egy palántát, vagy nem tudom mennyit lehet használni, illetve termeszteni, gondolok itt konkrétan mondjuk Hollandiára, ahol tudom, hogy ez meg van engedve, és a másik például Csehország, ugye Európában, ahol szintén legalizálták a marihuánát, viszont van több olyan állam az Egyesült Államokon belül például, ahol azt hiszem talán Wyoming többek között, talán még Washington állam is, de nem vagyok teljesen biztos benne, illetve van még néhány állam, talán Colorado is most már újabban, ahol legalizálták utóbbi években a marihuánát, viszont vannak olyan államok az Egyesült Államokon belül is, ahol viszont még inkább szigorodtak a törvények ilyen szempontból, pont egy ilyen referendum kapcsán is által. Úgyhogy különböznek a nézőpontok is, különböznek a felfogásmódok is az, hogy abban, hogy ez mit jelent a világra nézve, mit jelent a társadalomra nézve, mit jelent az egyénre nézve, ezeknek a használata, mert hogy ugye, amitről beszélgettünk korábban akár, hogy mennyiben számít kevésbé drognak, vagy nem drognak ugye az alkohol, a dohány, és vagy akár az olyan gyógyszerek, amelyek orvosok által vannak felírva, és közben pedig egyezekben betudhatóak drogoknak lényegében. És mielőtt Lóri belekezdene és elbúcsúzna, hogy hol lehet minket hallgatni, elérni, követni, stb., én azzal szeretném lezárni a dolgot, hogy tényleg, ahogy Lóri is mondta, hogy próbáljuk inkább felfedezni azokat a pozitív dolgokat ezekben a dolgokban, ami által például a marihuána elősegíthet bizonyos dolgokat valamilyen olyan betegségekben, a gyógyulás útjára vezeti a pácienst, mint például ugye az alkohol is megfelelő mennyiségben használva olyan dolgokat serkent elő, például olyan szervekben, mint például a vese, vagy az érrendszerben, ami pozitívum, tehát inkább ezeket próbáljuk megfelelően keresni és megtalálni, illetve mint ahogy az élet más dolgaival is a mértéket megtalálni, mert valószínűleg bizonyos esetekben, hogyha ezt megfelelő szinten, illetve mennyiségben használjuk, akkor a kellő hatást váltják ki, viszont átesvén a ló túloldalára nem megfelelő mennyiségben viszont maradandó károsodásokat, vagy akár a végletekig is elmenő, ugye pár halálig is vezethetnek, úgyhogy én ezzel zárnám ezt a gondolatot. Persze azért nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy mondjuk a dolgok kapcsán, hogy nyilván, hogy használják az emberek, meg hasonló, szóval nem erről van szó. Én sem ezt akartam mondani, viszont azt sem tudnám mondani, hogy úristen, zárkózz be a szobába, és észre se vegyél semmit. Igen, a sör mossa a vesét, a bor jó a szívnek és az érrendszernek, a pálinka meg finom. És akkor még nem búcsúzunk el teljes egészében, hanem ugye szokásunkhoz híven elmondjuk azt is, hogy lehet bennünket követni Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, amelyre fel is lehet iratkozni. Persze Facebookon lehet bennünket lájkolni, illetve lehet kommentelni. Sőt, ez az adáshoz várunk szintén kommenteket, amennyiben ezt meghallgattátok. A YouTube csatornán lehet írni véleményezést, lehet írni dolgokat, gondolatokat, ugyanúgy a Facebookon is persze, és akkor ott van még ugye lehet bennünket követni az Instagramon, valamint ott van az Anchor is, ahol szintén jelen vagyunk most már. Úgyhogy lehet bennünket hallgatni, olvasni, látni, nézni. Hallgassatok, de ne hallgassatok. Sziasztok!
Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! I got to move.